Február 17-én reggel 8 óra után találkozhatnak a választópolgárok ezzel az ajánló ívvel. A korábbi úgynevezett kopogtató cédula helyett így lehet ajánlani a jelölteket, szervezeteket. A kampány február 15-én kezdődik, és a választás napjáig tart, megszűnt a kampánycsend. 2014. április 6. napjára tűzte ki a köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választását. Fontosnak tartom elmondani, hogy a választási eljárások rendszere új jogalapra helyeződött, hiszen az alaptörvény értelmében az eddigi 386 képviselő helyett az idén 199 országgyűlési képviselő megválasztására kerül sor, illetve hangsúlyozom, hogy az idejévi választások már az új választási eljárásról szóló 2013 évi 36-os törvény alapján kerülnek lebonyolításra. Egy választópolgár több jelölő szervezet ajánlóívét is aláírhatja. Egy szervezetnél azonban csak egy alkalommal veszik figyelembe, hiába írná alá többször. Február 12-éig Orosházán 16 jelölő szervezet jelentkezett a választási irodánál. Ők március 3-áig gyűjthetik az aláírásokat. Nagy változás a 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest, hogy változtak a választókerület határai is. Békés megyében mindösszesen 4 választókerület került kialakításra. Orosháza székhellyel működik a 4-es számú választókerület, a legnagyobb választókerület a megyében, ami Orosházával együtt 27 települést foglal magába. Az érintett területen 24.800 választópolgár 37 szavazókörben adhatja le voksát. A szavazással kapcsolatosan folyamatos a tájékoztatás a város honlapján, személyesen érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal épületében, a helyi választási irodában, telefonon a polgármesteri hivatal központi számán.